Már az 1950-es évek elején 5 zenekar működött Medinán, mondja Vén Attila polgármester, aki maga is zenész ember, amellett, hogy a települést vezeti. Rendkívül tényleg, még országos átlagban is a lakosság arányosan lebontom, mert tényleg itt voltak akkor is a legtöbb zenészek, mert most is itt vannak a legtöbb zenészek. Nem tudjuk, mire alakult ki gyakorlatilag. Azt tudjuk, hogy cigányzenészek volt a zöme, hát nyilván Kottát nem ismerték, hanem így zenétek. Ami most így visszagondolva, hogy abban az időben egy 20 kilométeres körzetnél messzebb nem mentek, mert amit el lehetett menni lovaskocsival, vagy meg lehetett tenni kényelmesen távol, el tudtak venni. Szemben a mai világ, hogy már az ország másik részében is mennek zenekarok. De nagyon szépen kialakult egy olyan kultúra, ami vitte tovább. Ugye a zenészeknek a gyerekei is, például Szegeden, Szeged környékén is vannak medinai zenészek, cigányzenészek, konkrétan cimbalmos, akinek már szintén saját zenekara van, és saját gyerekeivel alkotott zenekara. Elég szép számmal vagyunk, akik zeneszerszámokhoz értő emberek. Hát sok zenekarnak az alapja a medinai zenészek. Fősorról is hirtelen nem is tudnám, hogy hiánytalanul, hogy hány zenekar csatlakozik a medinai zenészekhez. Hát szervezni úgy tudjuk magunkat, hogy mindegyünk valamelyik zenekarban játszik, és ha van valami helyi összejövetel, akkor összejövünk mindegyik, ki a bogyisztói zenekarból, ki a, mit tudom én, a csurgó zenekarból, ki a Sisa Caféból, vagy akár a Bedtime zenekarból, a képen ráír, akkor összejövünk, azt zenélünk egyet. Ha bármilyen társaság megkívánja, akkor összejövünk, aztán muzsikálunk. Ami a legszebb, hogy a medinai zenészek között nincs szakmai féltékenység. Már én is találkoztam az élet során ilyennel, hogy egy-két csízilt az Isten agarája nem árulta, pedig időzenész volt, azt kérdezgettem, hát ő féltékeny volt a tudományára, úgyhogy nem mondta el. Azt mondta, hogy hát ezt csinálom. Ami passzul, azt kell fogni. Köztünk nincs ilyen, sőt, egymást segítjük. Sőt, olyan is, hogy valaki vagy beteg, vagy szabadságon vagy, nem ér el, akkor beugrunk egymás zenekarába, és segítjük egymást. Tiszta szívből szeretem ezt a zenét csinálni, akár legyen népzene, lehet akár mulatos, hogy így mondjuk. Ez mindegyik cirogatja a szívem, lelkem, és nagyon szívesen játszom, hogyha látom az embereken, hogy ez nekik tetszik. Aki nem érti a zenét, annak szerintem a lelke is nagyon beteg. Van egy ilyen nóta is, akinek a lelke beteg, gyenge szíve vérzik. Húzasson el egy-két szép dalt hajnaltól éjfélig. Mindenki azt az erősséget kéne főkaron a falunak, ami az erőssége. Nálunk a zene az erősség, nyilván ezt fogjuk erősíteni. És ahhoz, hogy kötelességünk tovább vigyünk, ezért működik gitárszakkör, citeraszakkör, 2 kórusunk van, a pedagógusok nagyon aktívak ebben, a nyugdíjasok nagyon aktívak benne, úgyhogy egy nagyon élhető falu. Hát kedden és pénteken itt azért a központban lüktet a zene, meg hangos, mert a gyerekek gitár énekétől és a gitározásától azért ez működik, és a csoda benne, hogy a gyerekeket mozgat az ember, az mindig mozgat szülőket is. Tehát ahány fellépésünk van, megy két szülő, minimum egy nagypapa keresztap a szomszéd, hogy lássa saját gyerekét, és ebben már tudunk belecsöpögtetni egy olyan kultúrát, akár a népzenei kultúrát, vagy a rockzenei kultúrát, ami is már egyik a másik a szereteti meg a gyerekekkel, illetve a felnőttekkel. Erős szálak kötnek ide a falu minden pontjához. Ahogy nődögéltem, cseperedtem mindenhol, minden kis helységben, minden kis klubhelységben, amit létezik, ilyen könyvtár, esetleg művelődési ház, malom, ezekben mind be folyamatosan zenéltem és gyakoroltam, ahol lehetőségem volt, mindig játszottam, úgyhogy én mindegyik mellett úgy megyek el az autóban is, hogy mindegyikre egy nagy szeretettel gondolok, nézek, és az emberek pedig, ahogy én cseperedtem, ők velem együtt, az én korosztályom, illetve az idősebbek is közéig tartoztam, és beilleszkedtem a zenémmel és a szellememmel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy bárhova is megyek a világba, Medina nekem mindig nagyon fontos lesz. Az én korosztályom ugyebár ez a 30-as körüli korosztály, én úgy érzem, hogy ő közülük annyira nem kerültek ki zenészként, amit sajnálok is, de be kell vallani, hogy azért a zenekarok, amikben játszom, azokból több medinai zenész is van, úgyhogy azért vagyunk páran, de nem elegen. Én mindig úgy gondolom, hogy mindenki jó, hogyha konyít valamilyen hangszerhez, mert egy újabb dimenziót nyit az ember életébe. Úgyhogy én azon dolgozok, hogy egyre többen legyünk, akik így éljük az életünket, hogy a zene benne van.
A mostani fiatalok közül viszont már többen ismerkednek a zenével. Az ő létszámukkal nagyon elégedett vagyok. Ha ennél többen lennének, is megoldanánk, de olyan létszámmal dolgozok az órákon, ilyen csoportos foglalkozásokat tartok, hogy azért ez fölött már nagyon zajos lenne. Medina 114 millió forintot nyert az óvoda épületének felújítására, átalakítására a területfejlesztési operatív programban. Bármennyire is hihetetlen, ez a fejlesztés is összefügg a zenével. Minden fejlesztésünket úgy alakítunk, most a topos, amit megnyertünk nyilvánvaló, ez egy óvodai fejlesztés, de már úgy alakítjuk a helyiségeket, hogy egy csoport szobává alakít. A csoport szobá átalakítani mindig egy hatalmasabb, nagyobb térre, ahol tudunk próbálni akár előadásokat tartani. De mutattam a piacot is, amit szembe szeretnék alakítani. Nappal egy piac téri, éjszaka pedig egy közösségi téri fog alakulni, ahogy színpadot lehet, nyári beszélgetésre, borozgatásra, zenélgetésre, tehát minden végig gondolkodunk.